tavaly kipróbáltunk valamit szarvason, és azt, amit ott kitaláltunk, és az, ami jól működött, azt megpróbálnánk adaptálni itt Békéscsabán a Jókai Színházban. Tavaly 30 esten keresztül verses estre invitáltuk a közönséget. Azt gondoltuk, hogy 5-10 fognak jönni verset hallgatni, és volt olyan este, amikor 600-an jöttek, mert a vízparton a Jókai Színház művészeire voltak kíváncsiak. Ez egy kifejezetten nyári rendezvény, kifejezetten szabadtéri rendezvény. Augusztusban azt mondják, hogy a fű se nő Békéscsabán, szeretnénk bebizonyítani, hogy nem így van. Ha van egy olyan hely, ahova be lehet térni, ahova jó elsétálni, ami nem kerül pénzbe, egyszerűen jó találkozni, egy kicsit verset hallgatni, zenét hallgatni, aztán tovább sétálni. Azt szeretnénk, hogyha minél többen megtalálnák a maguk ízlésének valót, bebizonyítjuk, hogy van élet Békéscsabán augusztusban is. A színház nagyon nem pihen, hiszen egyszerre 3-4 helyszínen dolgozunk. Párhuzamosan ezzel éppen a Monte Cristónak a budapesti bemutatójára készülünk, a másik csapat már készül Tusnádfürdőre, és aztán a Nagy Durranásra, a Sziget Fesztivál nyitó előadására, a La Mancha lovagjára. A nyári időszakban minden színészt felkértem, hogy állítson össze a kedvenc verseiből egy verses estet, illetőleg szeptember elejétől 3 repertoáron lévő darabbal nyitjuk az Ibsen Stúdió Színházat, innen az udvarról nézve, a Sóska sült krumplival, a Kapjellel és a Papagénóval. Az igazi nagy durranás az majd a Hippolyta lakály lesz, amire augusztus második felében fogunk elkezdeni felkészülni, de az még odébb van. Először a nyarat abszolváljuk.